Sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Ebben a videóban az ikrek csillagjegyűeknek nézzük meg a januári hónap iránymutatását. A cigány kártyából húztam erre a hónapra 4 kártyát, és ez a január 1-1 hetét fogja jelképezni számunkra. Nagyon szépen köszönöm a sok-sok feliratkozást, a figyelmet, amivel követitek a munkámat. Hálás vagyok azért is, hogy egyre többen választotok engem az egyéni iránymutatásokhoz. Ezek általános előrejelzések, amiket itt a YouTube-on kiteszek. Természetesen nem pótolhatják azt, amikor személyre szabottan nézünk meg egy-egy élethelyzetet. Azt vegyétek figyelembe belőle, amit úgy érzitek, hogy hasznos számotokra. Ha egyénileg szeretnétek tanácsot a kártyától, akkor itt a videó alatti e-mail címen, illetve a Varázslatos Tarot Üzenetek Anitól Facebook oldalon, Messengeren keresztül tudtok megkeresni engem. Nagyon szépen köszönöm a sok feliratkozást, és hogyha nem tettétek még meg, akkor szeretném is kérni, hogy iratkozzatok fel a csatornára, itt a feliratkozás gombbal a videó alatt. Akkor nézzük meg az ikrek csillagjegyűeknek a januári hónapot. Az első hétre a katonatiszt lapja jött ki. Minőségként a katonatiszt a fegyelmezettséget, a magabiztosságot, a bátorságot is jelképezi, illetve hát egy nagyon stabil és állandó helyzetet. Sokszor a munkát tudja jelképezni, ahol helyt kell állnunk, és ahol elég határozottnak kell lennünk ahhoz, hogy minden jól menjen, minden a megfelelő kerékvágásba menjen. Ezen a héten érdemes nagyon magabiztosnak lenni, azokat a tulajdonságokat előtérbe hozni, akár mindenféle döntésnél vagy élethelyzetben, amit a katonatiszt kártyája jelképez. Nagyon egyenes testtartással áll ez a katonatiszt, és hát ő nagyon elkötelezett a munkájában. Ő megvédi azokat, akik gyengébbek nála, és akik a védelemre szorulnak. Hát ez is jelen lehet ezen az első héten az iker csillagjegyűek számára, hogy ilyenfajta feladatokat kaphatnak. Aztán szólhat ez az első hét januárban a munkáról. Arról, hogy nagyon sok mindent kell megtenni. Helyt kell állni, és hát ilyen egyenes magabiztos testtartással, mint ahogy ez a kártyán, ez a tiszt látszik. Nőknek ez a kártya jelenthet egy olyan férfinak a megjelenését, aki az az igazi hódító. Régen a katonatiszteket, a lányok, mikor bevonultak egy-egy városba, akkor nagyon nagy izgalommal fogadták, és hát nagyon szépen tudtak ők udvarolni a lányoknak. Hát azt a fajta férfit jelenti, aki ténylegesen tud udvarolni, aki az igazi férfit jeleníti meg, de nem igazán az, akivel a lelki társ, a lelki kapcsolat is létre tud jönni. Ugye itt a cigány kártyában a szívkirály vagy szerelmes férfi jelzi azt, aki a tényleges igazi társat jelenti, ez meg egy nagyon-nagyon jó pasit jelenthet, aki tényleg sármos és udvarias és tud udvarolni, de nem a nagyon hosszú távú kapcsolatot. Kifejezetten a szeretői kapcsolatot is tudja jelenteni ez a kártya, amikor egy kapcsolatban élő férfi, vagy kapcsolatban élő nő, akkor ez a férfi, ez a szeretőt tudja megjeleníteni. Hát, hogyha neked így felbukkan valaki az életedben, hogyha nőként nézed ezt a videót, akkor azon kell elgondolkodni, hogy nagyon-nagyon vonzó az a férfi, hogy ténylegesen lehet-e ebből kapcsolat, vagy esetlegesen csak egy ilyen hármas felállás jöhet létre belőle. Hát, ha férfiként nézed ezt a videót, akkor pedig te lehetsz
ez a szerető, aki olyan hölgyel ismerkedik meg, aki a szeretőt látja benned, aki nem a lelki társat, meg nem a hosszú távon felvállalt kapcsolatot, hanem a nagy szenvedélyt érzi irányodban. A munkahelyen, hogyha nagyon sok a feladat, akkor azért érdemes odafigyelni, hogy a helytállás mellett azért legyen pihenés is, mert ha nagyon sokáig kell ilyen módon ott lenni, csinálni, helytállni, akkor azért az nagyon megterhelő lehet. A második hét ez a gondolatlapja jelképezi. Itt a saját gondolataiddal érdemes tisztába jönni. Racionalitást is jelent, átgondoltságot, illetve még valamilyen szinten ugye a tanulást is. Könyv van a kezében, de térdén tartja ez a férfi, és gondolkodik azon, amit olvasott. Tehát amit információk jutnak hozzád itt a második héten, akkor gondold át, hogy hogyan tovább. Olyan információk is lehetnek, ami tényleg igényli azt, hogy másképp is ránéz. Aztán ezen a héten nem nagyon érdemes még ezt mással megbeszélni, akár ha döntéshelyzetbe jutsz, vagy ha az előző héten a munkában történnek olyan események, vagy hogyha olyan emberrel ismerkedsz meg, ugye a másik jelentése a katonatisztnek, akivel egy ilyenfajta kapcsolat jöhet létre, hát itt érdemes átgondolni, racionálisan. Tehát itt nem az érzelmek alapján, hanem racionálisan átgondolni azt a helyzetet, meg azt is, hogy aztán mit kezdesz azzal a helyzettel. Belemész abba, vagy nem mész bele, vagy máshogy folytatod azt a munkát, vagy akár mást választasz, vagy pedig tanulsz valamit. Ez jelenthet továbbképzést, amikor felvállalsz valami tanulnivalót, ami megint csak a racionalitást igényli. Bizonyos szempontból a befelé fordulás ideje is, tehát amikor azért nem igazán történnek ott gyorsan a dolgok, hiszen egy helybe ül a parkban, és vár, mert átgondolja azt a helyzetet, tehát érdemes itt egy kicsit le is állni, és időt adni magadnak, hogy úgy rendszerezd magadban mindent. Az új tervek készítésénél is nagyon hasznos, hogy akár le is írod azt, hogy mit szeretnél, hogyha átgondolod, hogy mit szeretnél, és aztán úgy hozol döntést. Nem mással megbeszélve, nem másnak megfelelni, hanem csak saját magadnak. Saját magad gondolataival tisztába jönni. A harmadik héten a látogatás lapja jött ki. Hát itt akinél az első héten itt a szeretőt jelenti ez a katonatiszt, akkor itt létre is jöhet ebből a kapcsolatból a találkozás, mert a látogatásnak egyik jelentése az, amikor ilyen akár egy éjszakás kaland, vagy olyan, ami nem egy tartós kapcsolat, hanem csak alkalomszerűen találkozol a másikkal. Ha valakinél esetleg ez a jelentése jön be ennek a kártyának, akkor itt létre is jöhet a konkrét fizikai találkozás, ami csak alkalomszerű, aminek vége van hamar, és nem egy stabil és állandó helyzet alakul ki ebből. A látogatás egyébként konkrétan is jelenthet látogatást, tehát hogyha tervezted már, hogy valakit meg kell látogatni, vagy meg szeretnél látogatni, ha valakire sokat gondoltál az elmúlt időben, akkor érdemes meg is tenni. Ez nem csak a fizikai látogatás jelentheti, ez jelentheti, hogyha írsz annak az illetőnek, vagy felhívott telefonon, de mindenképp egy ilyen átmeneti kis kapcsolatot jelent, amikor tudsz beszélgetni, amikor figyelmes vagy a másikkal. Hát ezen a héten ezt is érdemes megnézni, hogy melyik az a kapcsolat, ahol már érdemes lenne egy kicsit többet törődni a másikkal. A látogatásnak mindig egy ilyen meghatározott rendje van. Tehát azt tudjuk, hogy amikor érkezünk, akkor viszünk egy bombont, vagy egy virágot,
utána leülünk, fogad minket a házigazda, ad nekünk valami kávét vagy teját, utána elbeszélgetünk, és tehát van egy ilyen meghatározott illemszabálya, etikettje a látogatásnak, ami olyan kiszámítható. Általában olyan beszélgetéseket jelent, ami olyan udvarias, olyan nem a mély beszélgetések, hanem inkább ilyen felszínes beszélgetések, a csevegést jelenti, amikor kellemesen elbeszélgetünk valakivel, tehát egy ilyen könnyed találkozást jelent. Ezen a héten ez a könnyedség jellemezheti is ezt a hetet, és érdemes is úgy hozzáállni, hogy legyen benne egy ilyen kis könnyed kikapcsolódás is, amikor nem azt teszed, amit muszáj, akkor, amikor jól esően elbeszélgetsz valakivel, olyannal találkozol, akivel jól érzed magad, barátokkal együtt töltött időt is jelenthet ez a kártya, vagy csak online egy közös játékot, tehát olyan elfoglaltságot, ami fel is tölt, de ilyen teljesen könnyed a számodra. Tehát ami nem leterhelő, aminek tudsz örülni is, ami jól eső is. Téged is meglátogathat olyan, vagy felkereshet olyan, akire lehet, hogy gondoltál már, és most létre is jöhet egy ilyen találkozás, vagy beszélgetés. Ez mindenképp jót tud hozni. Egy kis feltöltődést tud hozni. Átmeneti események is történhetnek, amik nem egy ilyen tartós változást hoznak az életünkbe, ilyen kisebb változások, amire nem számítottunk, de elkezdődik, aztán vége van, és elmegy, ahogy jött. Hát ilyenfajta kisebb változások is lehetnek ezen a héten. Ehhez is érdemes ilyen könnyedén hozzáállni. Tehát nem kell véresen komolyan venni, ha valami megváltozik. Akkor lehet, hogy túl kell esni valamin, és utána pedig, ahogy jött, az el is megy. A negyedik hétre a kevés pénz lapja jött ki. A kevés pénz az jelenthet ténylegesen kevés pénzt, kevesebb bevételt, vagy nagyobb kiadást is jelenthet, és még azt is jelentheti, hogy éppen annyi bevételed van, amennyire szükség van. Tehát amiből eltenni biztos nem lehet, lehet, hogy még beosztani is kell, tehát azért oda kell figyelni a kiadásokra, ott látszik a pénztárcából is ki van öntve a pénz, tehát meg van számolva az a pénz, mielőtt ugye bekerül a pénztárcába, ami azt jelenti, hogy tervezve vannak a kiadások. Hát ezen a negyedik héten érdemes ezt is megnézni, hogy nálad mennyire tervszerű a kiadás, illetve a bevétel, és hát hogy van-e olyan valami, amire már muszáj lenne kiadni a pénzt. Lehet, hogy eddig csak gondolkodtál rajta, vagy tervezted, de lehet ez az előző héten valami hirtelen olyan változás, ugye a látogatás kapcsán, amit nem terveztél, és kiadással jár. Ez lehet egy vendégség is egyébként, hogyha olyan valaki érkezik hozzád, amire kell költened, egy születésnap, egy névnap, egy esküvő, vagy olyan ünnep, ahol összejön a család, és esetleg, vagy barátok, és esetleg kiadást okoz, hát ez itt a negyedik héten, ez meg is mutatkozhat a mindennapokban. Aztán nem csak ez a jelentése van a kevés pénznek, hanem azon is érdemes elgondolkodni, hogy mi az, amit kevésnek érzel az életedben. És itt aztán minden lehet. Kevés a szeretet, kevés a megbecsülés, kevés az önbizalom. Itt aztán jöhet az, hogy kevés vagyok abban, hogy, és akkor itt mindent megnézni, hogy miért érzed ezt, hogy van-e ennek alapja, kevés a magabiztosságom, kevés a bátorságom, itt mindent átnézni, hogy amit nem érzel elégségesnek, hogy az miért érzed úgy, miért nem vagy elég valamihez, miért van benned ez az érzés. Ez a kártya ugye eleve azt feltételezi, hogy valamiből nincs elég, vagy te nem vagy elég valamihez, és
nagyon sokszor ez csak a gondolatok szintjén van így. Hát nagyon sokszor csak azt érezzük, hogy nem vagyunk elegek valamihez, és ilyenkor érdemes foglalkozni az önbizalommal, az önértékeléssel, az önbecsüléssel, mert nagyon sok minden ott kezdődik. Hát amikor egy új tervet akarsz megvalósítani, akkor először abba kell bízni, hogy azt te meg tudod valósítani, mert ha ebben nem bízol, akkor valószínű, hogy nem is tudod véghez vinni. Nem tudsz megindulni azon az úton, csak hogyha bizalom van benned, és ezt saját magadnál kell kezdeni. Aztán, hogyha nincs elég szeretet, azt érzed, akkor is az önszeretet az elcsépelt dolognak tűnik, de nagyon igaz, hogyha magadat nem tudod szeretni, addig ne várd, hogy a másik szeressen. Ha magadat soványnak érzed, ha magadat kövérnek érzed, csúnyának érzed, akkor nem fogod elhinni, hogy a másik szépnek láthat, hogy a másik értékelhet téged, mert te magad értékeled le magadat. Hogyha te valamit készítesz, árulsz, vagy szolgáltatást végzel, és azt leértékeled, mert azt hiszed, hogy azért nem adnak majd pénzt neked, akkor abból te nem fogsz megélni, abból neked nem lesz soha hasznod, és azt előbb-utóbb akkor abba fogod hagyni. Tehát ezeket is érdemes megnézni, hogy a különböző életterületeken te hogy állsz ezzel a dologgal, az értékekkel, mi az, ami kevés, és hogy ténylegesen kevés-e, és aztán, hogy mit tehetsz azért, hogy ez a kevés változzon a számodra. Mégpedig úgy változzon, hogy az előre vigyen, és ne visszatartson. Ez volt az ikrek csillagjegyűeknek a januári iránymutatása. Nagyon szép januárt kívánok nektek, és azt, hogy a lehető legtöbbet tudjátok kihozni az év első hónapjából. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és további szép napot kívánok!